A mai Színházi Percek című rovatunkat a Thália elől fogjuk elvégezni, ha lehet ezt mondani, szokásomhoz híven. Bóta Gábor áll itt mellettem, és a Magyar Színházak 27. Kisvárdai Fesztiválján voltál a hétvégén, vagy ugye az elmúlt napokban. Mesélj kicsit nekünk erről. Ugye ez leánykori nevén a Határon túli Magyar Színházak Fesztiváljaként ismert, és lényegében mind a mai napig az, csak mostanában azért belekerül egy-két határon belüli produkció. De itt elsősorban azért felvidéki, délvidéki, kárpátaljai és erdélyi magyar hát nyelvű színházak. Hát igen, teljesen természetesen. Máshol már nincs is. Valaha még volt Torontóban, de úgy tudom, hogy az már nem működik. De torontói színház járt Kisvárdán egyébként. Tehát Arthur Miller pillantása Hídról című produkciójával annó. De ez lényegében ugye arról szól ez a fesztivál, és úgy indult, hogy sokáig el voltunk zárva ezektől a határon túli magyar színházaktól, és akkor egyszerre az országnak ebben a csücskében, ami hát több határhoz is közel van, kezdett kialakulni ez a fesztivál, és mi meg kezdtünk rájönni, hogy jé, ezek a színházak egész jók is lehetnek, volt köztük csapnivaló is természetesen, mind a mai napig van, de hogy mi ezek mennyit nem ismertünk közülük, mert egyszer nem jártak Magyarországon hosszú ideig, lényegében errefelé is volt egyfajta furcsa vasfüggöny. Beregszászt nem mondtuk talán az előbb, ugye? Tehát Beregszászról is volt. Hát színház. Ja, Kárpát, ja, igen, akkor Stimmi azt mondtad. Tehát, hogy, és elkezdtük észrevenni, hogy jé. Azóta ugye azért állunk a Thália Színház előtt, mert itt is van már fesztiválja a határon túli színházaknak, sőt egy picike fesztiválja a Miskolcon is van, sőt időnként a Nemzeti Színházban is látható. Szóval egyre tehát hogy most már igen, és kicsit a Kisvárdai Fesztivál problémássá is vált, emiatt is, meg amiatt, hogy elaggott a művelődési ház színpada, megjegyzem, éppen most kezdik felújítani a művelődési házat, annyira, hogy már ki is volt pakolva belőle minden, sőt úgy volt, hogy a színházból is kipakoltak, csak visszapakoltak, mert kiderült, hogy nagyon drága lenne a mellette lévő sportcsarnokban játszani. Ne tévedjünk el. Maradjunk annál, hogy ugye itt magyar nyelvű darabokat játszottak, magyar. És hát azért volt egy-két már pár elég klasszikus is. Mármint nem magyar nyelvű, de hát olyan hát értelemben magyarul játszottak. Magyar nyelvű színházak. Magyarul játszottak, igen. Magyar nyelvű színházak. Így, például a Csárdás királynő. Például a Csárdás királynő, ami szerintem egy veszett jó előadás volt. Furi dolog, tudod, a színház, mert nem feltétlen tud olyan tökéletes lenni, mint egy szonáta vagy egy szobor. És azt kell, hogy mondjam neked, hogy veszett jó előadás volt, közben szinte senki nem tudott benne igazán énekelni, jó az Edwint játszó színész leszámítva, senki nem tudott olyan nagyon-nagyon-nagyon táncolni. Nem tudott libabőrössé tenni? De, mert közben mégis az egésznek sungja, lendülete, pikírt humora volt, megteremtődött az az orfeumi hangulat, és egy olyan lány játszotta a Ceciliát, ugye azt az orfeum hölgyet, akit el akar venni egy herceg fiú, a Béres Mártának hívják, aki egyébként itt vendég szerepelt az Újvidéki Színházban, mert amúgy szabadkai színésznő, aki zömében alternatív produkciókban, ilyen nagyon szenvedős produkciókban szokott benne lenni. Egyébként hát ez nem igazán szenvedős. Hát nem, és egy gyönyörű nő, tehát ahogy rögtön megjelent ott a lépcső tetején, mert ugye operettbe persze kell lépcső, és hát fantasztikusan szépek a lábai, és elkezdte így a ruhájá, tehát hogy tudod úgy az egyik válláról úgy lehúzni. Kicsit erotikusan elkezdte. Tehát valami olyan veszettül erotikus volt, hogy ezt kellett mondjam, hogy be kell tojni. És hogy komolyabbra vannak véve a szituációk, mint szokott. Tehát végletesen el kell seredik Cecília, amikor úgy érzi, hogy átverik, és csak kihasználják.
Tehát nagyon jó színészi alakítás nyújt. Nagyon-nagyon jó, nem csak ő, hanem szinte az egész társulat. Tehát nem énekelnek tehát, olyan jól, de azért színészi alakításban ott van rendesen. Ez abszolút, abszolút ott van rendesen, kutyák is ott vannak a környékünkön, teljesen jól színészi alakításban. Rendesen most egyébként egy kutya sem szerepelt a Kisvárdai Fesztiválon. Köszönjük, hogy ezt is megosztottad. Na térjünk át a másik, egy másik darabra, a Csavar Színház, ugye a szlovákiai színház. Igen. Ez a Csavar Színház, ez, és Csokonai Vitéz Mihály. Ez lényegében egy személyes színház, leszámítva egy hegedős. Igen, Gál Tamásnak hívják az egy személyt, aki rendezni is szokta saját magát. Színész. Nem ez az első ilyen jellegű produkciója, tehát például a Nagyidai Cigányok, vagy a Helység Kalapácsa. Aha. Na most ez is egy fantasztikus, jó humorú ipse. Nagyon sokat improvizált, tehát bevonja a közönséget. Gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ugye ez egy Dorottya, egy ilyen csúnya vénasszony, akinek ebből mindenféle skrupulusai támadnak, és támadja a potenciális férfiakat. Tulajdonképpen háborút indít ellenük. Na most ehhez a háborúhoz egy rakat nőt visz fel a színpadra a nézőtérről, ugye Gál Tamás, és tényleg elindítják a háborút, tehát elindulnak meglehetősen felénk. Na jó, és összességében milyen szerepe... ez a darab? Már a veszettet most már túl sokszor használom. Igen, a Csárdás Királynő is ezt használtad. Tehát nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon jó. Szétrölgöd az agyadat, és közben ott van ez a régi, nagyon szép rokokó nyelv, és egyik pillanatra a másikba, egyik szerepből a másikba némi hangváltoztatással, mimika változtatással, gesztusok változtatása Gál Tamás ott terem, és nagyon jól megteremti ezt az egész hangulatot, és közben nagyon-nagyon jó nézői reakciók is vannak, tehát ahogy egy kiskölyök bekerül, vagy akár egy meglett felnőtt bekerül, és elkezd játszani, az is. Egy kicsit színészkedni, így amatőr színészként. Igen, igen. Tehát az is nagyon szép. Lehet azt mondani, hogy nem megy ez túl mélyre. Tehát ez egy nagyon helyes improvizatív játék. Időnként azt kell, hogy mondjam neked, hogy már marháskodás. Aha. De nagyon jó, nagyon jó ritmusa van, és az egész nagyon-nagyon szépen. Nagyon-nagyon szépen működik. No, ugye eddig a Csárdás Királynőről és a Dorottyáról beszéltünk. Most váltsunk komolyabbra, jó, mert azért itt van. Harmadik Richárd betiltva. Vagy jelentek Meyer Hold életéből, ugye ez is az Újvidéki Színház darabja. Igen. Ez ugyanaz a darab, csak ugye az alcíme a jelenetek Meyer Hold életéből. Ugye Meyer Hold egy nagyon... elképesztően óriási színházi személyiség volt, szinte önálló rendszert, játékmódot dolgozott ki, roppant híres rendezései voltak, de hát tudjuk, hogy csúnyán végezte, Sztálin nem kedvelte őt, egy ideig próbált vele megalkudni, de hát aztán a dolognak, mint tudjuk, halál lett a vége, és nem Sztálin halt meg ekkor, hanem Meyer Hold, és nem békésen ágyba. Na most ez a produkció pontosan erről szól. A hatalomnak arról a mechanizmusáról, hogy karmai közé akarja fogni a művészetet, a saját céljaira akarja használni, de Meyer Hold nem enged. Éppen azért rendezi a harmadik Richárdot, ezt a félelmetes kéjjel gyilkoló zsarnokot, hogy pontosan megmutassa a Sztálinnak a rendszerét. És jönnek mindenféle ilyen besugók, ilyen csúszómászok, akik próbálják ettől eltéríteni. Miért nem rendezi inkább a Rómeó és Júliát? Ugye abból kevesebb baj lehet, ha már Shakespeare. De nem hajlandó. Tehát ő ezt akarja, és akármi van, végig akar menni, és hát ebből ugye aztán milyen a darab, amit előadtak? Vegyes, tehát nem mondhatom azt, hogy mindig átütő ereje van, sőt az szóval elején... Szóval nem veszettő jó.
Nem veszett, nem, erre azért nem mondhatom, hogy veszettül jó. Miközben van benne egy igen jelentős színész, aki Meyerholdot játssza, Balázs Áron, aki egyébként a Csárdás királynőben Feri bácsi, és abban is nagyon jó, mondhatnám, hogy veszettül jó, de ebbe ő maga Meyerhold. És el tudja játszani ezt a roppant gerinces embert, aki nem úgy hős, ahogy a hőst képzeljük, hogy kiáll és ide lőjetek, tehát ez a rívódó ember, aki gyomorgörcsöt is kap attól, amit vele csinálnak. Tehát valljuk be őszintén, hogy fél, mint ahogy mindenki fél ebben a közegben és ebben a darabban. Még maga Sztálin is fél. Tehát neki is vannak olyan pillanatok, hogy nagyon-nagyon hitelesen eljátsza. Eljátszik egy nagy formátumú, jelentős, gerinces embert, akinek mindenféle baja van magával, a világgal, tehát egy gyötrődő, vívódó ember, de nem hajlandó arra, hogy megtörjék a gerincét. Gábor, én sem szeretném megtörni a tiéd, viszont térjünk át a utolsó darabunkra, a Rükvercre. Rükverc, Kerékgyártó István darabja. Pár évvel ezelőtt bemutatták a Katona József Színház kamrájában, és azóta is nagyon nagy sikerrel játsszák. Attól Rükverc, hogy végigköveti egy ember életét, de a halálától kezdve, attól kezdve, hogy megtalálják az utcán, mint hajléktalan meghal, egészen a születéséig, ahol sokat remélnek sokan az ő életétől. Ez lényegében egy rendszerváltás utáni darab, a rendszerváltás kárvallottjairól szól, és azt testesíti meg ez a bizonyos Vidra István, akit meg fogsz lepődni, egyébként Gál Tamás alakít, aki ritkán játszik ilyen sokszemélyes produkcióban. Ez ugye a Kassai Színház egy előadása. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon izgalmas, és ugye hosszú ideig a Kassai Színházat az egyik legrosszabb határon túli magyar színházként tartottuk számon. Ebbe bizony nagyon sok megrendítő és humorral teli elem. Ez alapvetően egy jó és egészen másmilyen, mint a kamra előadása. No, hát Gábor, én örülök, hogy elmentél erre a fesztiválra, és örülök, hogy elhoztad nekünk ezeket a darabokat. Annyiszor beszéltünk már a Csárdás királynőről, hogy elfelejtettük megemlíteni a mögöttünk ülő zeneszerzőt. Ugye? Kálmán Imre, íme itt a szobra. Igen, vele búcsúzzunk akkor. Hogy kell búcsúzni tőle? Elbúcsúzunk. Akkor vele búcsúzunk, jövő héten találkozunk. Hát akkor viszont látásra.